Jó napot kívánok, sziasztok! Szabó Dóra vagyok, társam Szórád Lili. Mindketten a Muzslai Endrődi János Alapiskola 8. osztályába járunk. Prezentációnkat falunk híres pedagógusáról, a reformkor egyik sokoldalú nevelőjéről, Nagy Mártonról készítettük. Szülőfalunk Párkánytól 10 kilométerre Komárom irányában található. Dunamenti település, közel 2000-en lakják, többségében magyarok. Legrégibb épülete a templom. Másik régi épülete az iskola, melynek homlokzatát a magyar korona másolata díszíti. Munkánk főszereplője Nagy Márton. 1804. október 6-án látta meg a napvilágot Muzslán. Templomunkban keresztelték. Első ismereteit Endrődi János kántortanító keze alatt szerezte. Munkásságával beírta nevét a magyar nevelés tudomány történetébe. A reformkor és a dualizmus egyik kiemelkedő oktatója volt. Odahagyván szülőföldemet, Muzslát, mindennél legbecsesebbet, hol lejátszam gyermekjátékaimat. Ezt odahagyni ifján nem csak éj áldozat volt, írja önéletrajzában. Mivel világi papi pályára készült, Esztergomban végezte a gimnáziumot. Ezt követően Győrben és Egerben bölcseleti tanulmányokat folytatott. Nyitrán és Pozsony-Szentgyörgyön teológiai tanulmányokat végzett. A kegyesrend felé idősebb testvére irányította, így került a kecskeméti rendházba novíciusnak. 1829. szeptember 21-én szerzetes pappá szentelték. Belépett a piarista rendbe, melynek pedagógiai rendje a kegyesrend. Itt a piarista rend címe látható. Állomás helyei közül Pestet említenénk, ahol az 1834-35-ös tanévben Petőfi Sándort is tanította. Az 1836-os országgyűlés úgy döntött, hogy két magyar nevelőt küldt a bécsi Terezianumba. Erre a piaristákat kérték fel. A rend Nagy Mártont és Zimmermann Jakabot bízta meg a nemes feladattal. Így 4 évre a bécsi magyar diákok nevelője lesz. Rövid időn belül megalkották az intézet új, hatásos nevelési rendjét. Megírta a 4 kötetes ifjúságot képző ismeretek tárát. Az 1840-41-es tanévre megyés püspöke külön kérésére visszatért Muzslára, szülőfalujába, és egy tanéven keresztül volt tanítójával, Endrődi Jánossal együtt oktatott. Muzslai Varga betője után Újrapestre kerül. 1844. december 24-én a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Ezen a képen az MTA-t látjuk régi és új formájában. Minden levelező tagnak le kellett adnia a saját kezűleg írt életrajzát. Ugyanekkor székfoglaló beszédet is tartott. Ezt a beszédet 1845-ben Tatán írta, mint a tatai kegyesrendi háztanodalom nemzeti tanodák igazgatója s Magyar Tudós Társaság levelező tagja. Címe székfoglaló szózat, nézetek a tanodalmak célszerű szerkesztetéséről írta Nagy Márton, tatai kegyesrendi háztanodalom nemzeti tanodák igazgatója s Magyar Tudós Társaság levelező tagja. Ezen a képen az eredeti okiratok másolatai találhatóak. 1845 és 47 között a tatai elemi iskola és gimnázium igazgatója és a rendház házfőnöke volt. Tanítványa Vári Gellért így jellemezte. Nem volt olyan tanuló, aki ne szepegett volna, midőne szikártermetű, beesett szemű és fekete, sejem nyakkendőbe mélyeztett fejű emberrel szemközt állott. Már csak a torkának sajátságos köszörülődését hallották is, a legkisebb diáktól a legnagyobbig mind a tanterembe futottak.
A következő 10 évben igazgató helyettes, majd 1850-ben igazgatója lesz a Szegedi Gimnáziumnak és Líceumnak. Szegeden találkozik a legnagyobb magyarral, Széchenyi Istvánnal, ez számára meghatározó találkozás. Termékei szegedi működése után a rendi káptalan 1858-ban pesti házfőnökké választotta. E munkája mellett 1861-től az 5. kerületi állami gimnázium helyettes igazgatójává is választották. Segített a piarista gimnáziumok új tantervének a kidolgozásában is. Házfőnöksége ideje alatt azonban a fő feladata az volt, hogy a pesti házudvarán új, tágas gimnáziumot építsen, és újítsa fel a kápolnát. Mindkét feladatot elvégezte, 1863-ban felszentelhették. Pedagógusi munkájában semmi kivetnivalót nem találtak, de a gazdasági dolgokhoz nem értett. Mint házfőnök nem tudta megtartani a rend vagyonát, emiatt aztán elmarasztalták. Takács Sándor, a rend krónikása, így ír erről. A káptalan jóvoltából Nagy Márton foglalta el a pesti házfőnökséget. Mint tanár és író nem közönséges ember volt. Számos munkát adott ki, s több tudós társaság tagjává választotta. De mint házfőnök azokat a telkeket, melyeket a kollégium egy századon át meg tudott őrizni, elkótyavetyélte. Pedagógusi munkássága a reformkor nagyjai közé emelte. Szorgalmazta a magyar nyelvű tanítást, s önéletrajzából megtudjuk, hogy élete során több mint 4000 tanítványa volt. Észrevette, hogy hiányoznak az útmutató pedagógiai könyvek, melyeket írásaival pótolni igyekezett. Születésének 200. évfordulóján, 2004. október 9-én szülőfaluja méltó ünnepséget szervezett tiszteletére. Falunk lakossága két emléktábla leleplezésével is díszelgett Nagy Márton nagysága előtt. Iskolánkat ez a szép mondat díszíti. Hazánkban nem a tudatlanság nem tője a békének, sem a tudományosság a zavaros kedélyeknek. Hol tudományok virágzanak, ott a törvények híven őriztetnek, ott az erényesség a közboldogsággal egyaránt díszlik. Ez pedig a templomunkban. Élete utolsó 3 évét Korponán és Pozsony-Szentgyörgyön töltötte, ahol 1873. április 5-én elhunyt. Tanított és irányított többféle iskolatípust. Írásaival nem csak a gyermekeket, hanem a szülőket is formálta testi, lelki és szellemi egységben. Felhasznált irodalom. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük szépen, hát az új hiányérzetem, amikor a Nészáros Imréről volt szó, hogy a Nagy Mártonnal foglalkoztak többet, most őróla is hallottunk, úgyhogy én nem is fogom szaporítani a szót, tetszett az előadásokat. Jól váltottatok, továbbadom a szót, hogy nekem is tetszett, összefoglaló volt, kimerítő volt. Az előbb ugye utaltam a címválasztásra, itt ezt most külön kiemelném, de azt már képek az alól most is, ugye, hogy egy viszonylag hosszú címben fogalmaztatok olyan mondatokat, és szerintem ez jó, mert azt írjátok a Nagy Márton életútja, hogy nyilván nagyon kevesülnek van valamit. Tehát nekem tetszik, hogy van ott egy vesző, és azt mondjátok, egy reformorintű dualizmus kiegelkedő pedagógusa, mert innentől kezdve nagyon sok mindent magyaráztok. Viszont bizonyos elvárások, ez is támaszthatok a hallgatósággal szemben. Például az az elvárás fogalmazódott meg, hogy a reformról és a dualizmusról is olyan viszonylatban fogok hallani, hogy a kor és a benne lévő ember, tehát az a személy, aki ennek a kornak a születje, és abban alkot valamit, és
ez nyilván korotoknál fogva is, ez még nem lehet a ti feladatotok, de esetleg egy felkészítő igen, hogyha magában a címben esetleg erre is teszek utalást, akkor lehet, hogy érdemes kitérni arra is, hogy az adott korban ez az ember hogyan gondolkozott, hogyan tavalkozott a kor, vagy ütközött bennem, vagy csapódott vissza a gondolkozás, mondja, stb. De egyébként ez teljesen korrekt volt. Egyetlen egy dolog még, hogyha használhatok egy adatot, vagy szóval, amit használhatatlan, azt ne használjuk. Hát volt ez a székfoglaló beszéd, amiből egy macsal tartunk, ugye? Tehát szerintem akkor azt ki kell adni. Van egy értékes dolog, de vagy jól kell be szkennelni, vagy csak fel kell belőle olvasni, vagy tehát mondjatok, mint láthatjuk, és hát nem láthatjuk, mert csak egy szakfotót látunk, ez egy kicsi technikai részlet, úgyhogy köszönjük szépen. A technikai részlet ez csak annyit, hogy nagyon ízléses a prezentáció, és jól olvasható. Tehát ez is egy nem léges szempont. Mindig akadnak olyanok, amik rosszul olvashatók, ez szerintem egy teljesen, hogy is mondjam, nézőbarát megoldás, úgyhogy valami ilyesmiket kellene a többieknek is. És nekem, ami szintén a korhoz kapcsolódó dolog, hogy néha esetben ugye, amikor címekbe vagy ilyen életrajzi adatokba felmutattatok régies kifejezéseket, nem hartott volna azokra felírni a figyelmet. Most ha nem emlékszek, a székfoglalóban is volt valami nagyon furcsa, nem tudom milyen... Én emlékszek, meg akartok kérdezni, szepek, hogy nem tudod, hogy jelenti? Szepek. Mondtátok ezt a szót. De. Azt te mondtad. Nem mondtad. Mai napig él még a régi öregek szóhasználata van is, amit ütöttem a különböző. Már úgy dadog, majd dadog? Szepeg, az sír, nem? Nem. Az fél. Várt valakit. Meg volt testgyakorlat alapított. Tehát nyilván ezek olyan lehetőségek, ahol azt lehet mondani a lehetőségek, hogy gyerek, tudjátok, hogy mi lehet az testgyakorlat? És akkor itt van egy ilyen visszakapcsolás a közönségre. Azt gondolom, hogy ezek megint csak lehetőségek. Le nem ütött labda. De egyébként jó volt az egész. Csak ezekkel lehet egy kicsit felébreszteni az egyébként újiskoló közönséget, amikor így megválsz egy pillanatot és bedobsz egy ilyen szót, hogy figyelitek, hogy ez milyen érdekes, és már teljesen másképp mondjuk. Tehát ez inkább lehetőség, mint korvalás. Köszönjük szépen!